Nagyon fontos az, hogy harmadik alkalommal sikerül megrendezni Budapesten a Magyar Értékek napját. Mit is tartunk ugye a magyar értéknek? Megnézzük azokat a megyei értékeket, települési értékeket, városi értékeket, amikre a helyiek büszkék. Azokat meg kell mutatni. Meg kell mutatni a kilátogató kedves vendégeknek, turistáknak, hogy látogassanak majd el azokra a településekre, ahol ezek az értékek vannak. Azt mondom, hogy egy hihetetlen érték, személyek, csoportok, turisták, el tudnak menni Magyarország különböző vidéki pontjaira. Magyar értékben mi is tartozik. A gasztronómia, a művészet, a tánc, a zene, azok itt ugye megjelennek. Megjelennek, mert harmadik alkalommal a kiállítók, és ezen kívül a kiállításon olyan termékeket tudnak megmutatni, ami akár a kézművességről szól, akár a tudomány részéről szól, vagy a zenei részről, vagy akár a helyi ízvilágot is meg tudják kóstoltatni a kilátogató kedves vendégeknek. Nagyon fontos az, hogy határon túlról is érkeztek kiállítók, határon túli értéktárak is bemutatkoznak most a harmadik alkalommal első ízben. És az a megfogalmazásunk is, hogy ez még jobban megdobogtatja a magyar szívet, azt, hogy ők hogyan is gyűjtik és hogyan is őrzik meg a magyar értékeket. A gasztronómiai kínálat hogyan is tudták megjelenni. Vannak tipikus kategóriában, mezőgazdasági kategóriában, vendéglátás, turizmus kategóriában. Hát itt, ha egyet kis emelnék, főleg így a reggeli órákban, az nem más, mint a pálinka, a törköly pálinka. Az hogyan is jelenik meg? Önmagában, Magyarországon, határon túli értéktárakban is milyen értékekként jelenik? Vagy akár úgymond olyan kis étvágyfalatok, mint gyulai kolbász, csabai kolbász, pikszalámi, hercszalámi, azok is, amikor megjelennek, a külföldi vendégek lehet, hogy még csak úgymond pultba látták, de amikor megnézik, megfogják, megillatozzák és megkóstolják, na hát ez a legnagyobb érték az, hogy utána ebből vásárolnak is.